Köszöntöm nézőinket! Önök Telena című magazinműsorunkat látják, mutatom, mivel készültünk ebben az adásban. Ismét véradást tartottak a Magházban. Ad libitum kórus próbán jártunk. Minden héten próbálnak a szenior táncosok. Nem csak múltja, jövője is van a röplabda sportnak Tolnán. Ismét véradást tartottak a Tolnai Magházban. Az intézmény falai között ennek már komoly hagyománya van. Segítő szándékú jó akarokból ezúttal sem volt hiány. Nem először telt meg véradókkal a Tolnai Magház épülete. A falak között rendszeresen tartanak ilyen eseményeket. Hiába volt munkaidő, sokan kéretőztek kell, hogy másoknak segítsenek. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható gyógyszer, amiből idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. 87. Jobban nézem utána magam. Most már inkább az kezd hiányozni, hogyha nem jövök el, hogyha kihagyok egyet, akkor megérzem. Felfrissülés utána, vagy nem tudom. Tehát így szavakban nem tudom leírni, de már többször így megfogalmazódott bennem, hogy el kell jönni, mert hogyha mondom, kihagyok egyet, akkor utána érzem magamon egy kicsit. Meg hát természetesen segíteni tudunk az embereken, másokon, akinek szüksége van rajta rá. Ilyenek. Néhány éve az Országos Vérellátó Szolgálat SMS-t küld azoknak, akik így segítenek, miután a vérükkel megmentettek egy életet. Azok, akik ilyen üzenetet kaptak már, mindannyian arról számolnak be, hogy az érzés egészen mennyei. Furcsa. Mert nyilván valaki akkor bajban van, ez nem jó dolog, de hogyha én ennyivel hozzá tudok járulni, hogy életben maradjon esetleg, vagy ezzel segítek neki, akkor mindenképp jó érzéssel tölt el. Dániel a középiskolás évei alatt adott először vért, azóta pedig egyre gyakrabban tesz így. Most így az egyik barátommal szoktunk járni, így mindig közösen ketten. Én úgy gondolom, hogy bármelyikünk kerülhet hasonló helyzetbe, akár családtag is, akárki, és én úgy gondolom, hogy hogyha ezzel tudok segíteni, akkor az örömet nyújt nekem. Rácz Tibor igazi sportemberként imádja a kihívásokat, a véradásra is ekként tekint. Az én életem úgy jött a véradás, hogy én félek a tűtől, és így próbálom legyőzni. Úgy érzem, minden alkalommal legyőzöm magamat, úgyhogy igen. Az OVS munkatársai Tolna vármegyében nem csak a szexelmi központban tartanak rendszeresen véradásokat, hanem folyamatosak a kitelepüléseik is. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez. Ezt alapul véve kijelenthető, hogy az országnak ezen a részén kifejezetten aktív a lakosság, ha az apró tűszúrás vállalásáról van szó. Az Országos Vérellátó Szolgálat tavaly évben 343 ezer egységvért vett le, ez 9260 helyszínen, közel 230 ezer véradótól történt ennyi vérvétel. Az új véradók számában nagyon örömteli változás történt előző évhez képest, mint országosan, mint Tolna megyében növekedett. Az első véradók száma, ezen belül is a 18 éves első véradók száma is nagy mértékben növekedett. Tolna megyében 9450-en jelentkeztek a tavalyi évben véradásra, köztük 609 új véradó. Kijelenthető, hogy mindegy, kinek milyen a vércsoportja, ugyanis valamennyire egész évben nagy szükség van. Nincs leghasznosabb vércsoport, minden véradó vérére egyformán szükség van, hiszen a betegek között ugyanúgy különböző vércsoportok vannak, mint a véradók között, így minden véradó vérére egyformán szüksége van a betegeknek. A nulla negatív vércsoport annyiban különleges, hogy ez sürgőségi esetben bárkinek beadható. Éppen ezért például a mentőhelikopterek fedélzetén is található két egység nulla negatív vörös vérsejt koncentrátum, amely életveszélyes vérzés esetén azonnal beadható, így a beteg élete megmenthető. Vért adni évente akár többször is lehet, a legtöbben pedig, akik így tesznek, már rutinosnak számítanak. Az első véradókra azonban mindig szükség van az utánpótlás biztosításához. Véradás az egy hosszabb folyamat, arra már előre készülni kell. Nagyon fontos, hogy egyen így van a véradó a véradás előtt. A véradás előtti néhány órában legalább egy fél, egy liter folyadék elfogyasztása szükséges, és bőségesen enni is kell. Itt a nagyon zsíros ételeket célszerű elkerülni. És még az fontos, hogy jó egészségi állapotban, jó közérzettel jelentkezzen a véradó véradásra. Magának a véradás folyamatának az első lépése a jelentkezés, ide egy fényképes igazolványlag címkártya és tajkártya szükséges.
A vérkészítmények biztonsága szempontjából nagyon fontos a véradó pontos beazonosítása, úgyhogy ebben az együttműködését kérem minden jelentkezőnek. Ezt követően már a helyszínen kell kitölteni egy kérdőívet, ami a segítők egészségügyi állapotát méri fel. Ebben korábbi betegségek, jelenlegi egészségi állapot, illetve kockázati tényezők szerepelnek. A vérkészítmények biztonsága szempontjából nagyon fontos, hogy ezt a kérdőívet gondosan elolvassa és őszintén töltse ki a véradó, hiszen számos gyógyszerszedés vagy betegség esetén a vérkészítmény árthatna a betegnek. A következő lépés a laborvizsgálat. Itt egy újvegyszúrásból nyert egy csepp vérből meghatározzuk a hemoglobin szintet. Ez azért történik, hogy nehogy vérszegény véradótól vegyünk vért. Első véradóknál még egy vércsoportvizsgálat is történik. A következő lépés a véradás előtti vizsgálat. Itt a kivizsgáló áttekinti a kitöltött kérdőívet, átbeszéli a véradóval, megnézi a hemoglobin vizsgálat értékét, vérnyomásmérés és pulzusmérés történik, és mindezek alapján dönt a véradó alkalmasságáról. Nagyon fontos, hogy a véradás során a legfontosabb szempont a véradó és a beteg biztonsága, ezért a véradási kritériumaink elég szigorúak. Mindezeket követően kerül sor aztán a vér levételére. Ez 450 ml vérnek a levételét jelenti, ez egy egészséges, legalább 50 kilós ember számára semmilyen problémát nem okoz, de itt felhívnám rá még egyszer a figyelmet, hogy az előzetes készülés, a folyadékfogyasztás nagyon lényeges, hiszen ha elég folyadék van a szervezetben, az rögtön be tud áramlani a levett vér helyére, helyreáll a vértérfogat, és így nem akkor semmi panaszt. Két véradás között 56 napnak kell eltelnie, ez alatt a vörösvérsejtek is visszatermelődnek. Egy év alatt a nők négyszer, a férfiak pedig ötször adhatnak vért, ennek az az oka, ennek a különbségnek, hogy a nők hajlamosabbak egy kicsit a vérszegénységre. Vértani tehát évente akár többször is lehet, hiszen egy segítő akár három embertársa életét is megmentheti. Egy hosszabb kihagyás után kezdett újra próbálni a tolnai Ad Libitum kórus. A zenekar minden alkalmat kihasznál, hogy megmutathassa magát. Stábunk ezúttal egy próbán járt. Mindenkit nagy szeretettel várnak a tolnai Ad Libitum kórus tagjai, hogy csatlakozzanak egy énekkari közösséghez. A csoport egyébként minden héten próbál. Mindenképpen érdemes, mert együtt énekelni csodálatos dolog, tehát ezt a kórus muzsika különösen gyönyörű, mindenki számára óriási élményt jelent. Itt a kórusban nem is mindenki ismeri a kottát, de hát hallás után nagyon jól meg lehet tanulni, úgyhogy ez nem is előfeltétele. Nagyon örülnénk, hogyha csatlakoznának hozzánk. Sajnáljuk, hogy a fiúk nem elég bátrak, mert nagy szükségünk lenne néhány jó hang után arra a basszusra. Simon Péter karnagy elmondta, hogy mit kell tudni a kórus tevékenységeiről, továbbá beszélt nekünk arról is, hogy mik a tervei az idei évre. Ez a kamara kórus, ez már elég régóta működik itt Tolnán, én negyedik éve vezetem ezt a kórust. Mondjuk volt benne, ez a ötödik éve volt benne két év pandémiás időszak, aminek nem örülünk annyira, de most újra kezdtük a munkát, és nagyon kiváló eredménnyel, nagyon szépen hatékonyan haladunk, meg volt egy adventi koncertünk ebben az évadban, és hát készülünk majd újabb fellépésekre, esetleg külföldi utakra, hazai szereplésekre. Megragadnám itt a lehetőséget azért, hogy ajánljam mindenkinek, aki szeret énekelni otthon a zuhany alatt, vagy bárhol, és úgy gondolja, hogy nem olyan bántó a hangja, és tud is énekelni, főleg férfiak jelentkezését várjuk szeretettel. Most egy könnyedebb műfaj irányába indultunk el, könnyűzenei feldolgozásokat énekelünk, populáris zenét. Úgyhogy körülbelül ennyit tudok most így hirtelen, ma este próbálni fogunk egyet a kórussal, az éppen aktuális műsorunkat, és hát valamikor tavasszal tervezünk majd közönség előlépni, újfent, illetve nyáron fesztiválra elmenni. Egy kórus életében megvannak ezek a ciklusok, hogy minden évszakhoz megvannak azok az ünnepkörök, amin meg tudja magát mutatni. A mai próbán Vörös Sándor versek feldolgozását fogjuk énekelni, és a Galagonyát például, illetve Yesterday-t fogunk énekelni, és Jenkinsnek az Adiemus-t fogjuk elkezdeni próbálni. Az még gyerekcipőben jár, azt mindenki megkapta a kottát, és otthon gyakorolta, ma fogjuk először összeénekelni. A
kórusnak tagja, Tolnaváros polgármestere is. Gyerekkoromban is már nagyon szerettem énekelni. Iskolai énekkarban, aztán a Mezsi Bartók Béla női karban énekeltem, és utána a Paksi vegyes kórusban. És amikor a kisebbik gyerekem megszületett, akkor már Paksra nem tudtunk eljárni. Az érdekesség egyébként az, hogy a férjemmel éppen a Paksi kórusban ismerkedtem meg, vagy a Paksi kórus által ismerkedtem meg. És most, hogy már nagy az akkori kisgyermekünk, így aztán most már van lehetőségünk arra, hogy mind a ketten ebbe a kamarakórusba énekeljünk. Úgyhogy én nagyon sokáig jártam zeneiskolába, tanultam magánéneket is, meg hangszert is. Nagyon szeretek énekelni, és ezt igyekszem a gyerekeimnek is átadni, több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy nekem ez külön öröm, hogyha van egy ilyen kórus, és az pedig külön öröm. Egyébként mind a mellett, hogy ennek én is részese vagyok, azt pedig nagyon fontosnak gondolom, hogy legyenek olyan művészeti csoportok a városba, amelyek színesítik a műsorokat, és a tolnaiak, jelen esetben gerjeniek, szekszárdiak is csatlakoztak ehhez a kórushoz, úgyhogy én azt hiszem, hogy az egyik legjobb dolog egyébként a világon énekelni, ettől nem csak a magunk jóléte, hanem véleményem szerint akár még a hallgatóság is örömet tudunk majd okozni. A tolnai Adlibitum kórus szeretettel várja a jelentkezőket, akik úgy érzik, szeretnek énekelni, és szívesen csatlakoznának egy énekkari közösséghez. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmákra. Szakirányú végzettséggel CNC forgácsolót, CNC gépkezelőt, lakatost egy és két műszakos munkarendbe. 8 általános iskolai végzettséggel betanított lakatost, betanított festőt, szerelőt, sorkezelőt, gépkezelőt, ahol a fémipari tapasztalat előnyt jelent. Felsőfokú végzettséggel termelés támogató mérnököt, nyelvtudással projektmenedzsert, beszerzőt. Amit kínálunk, pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fastron.co.hu e-mail címen, vagy a 74-540-315-ös, illetve a 0620-241-77-17-es telefonszámon. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzése alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelőt kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve élhajlító gépkezelőt. Ha elmúltál 18 szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.bálóné@dkchungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 71-30 Tolna belterület 970-110-es szám alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges.
20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola, Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Az idősekre rendkívül jó hatással van a tánc, mint mozgásforma. A Tolnai Senior Egyesület különféle táncstílusokkal várja társas foglalkozásként az idős embereket, akik mozgásra és társaságra vágynak. A Tolnai Senior Örömtánc Egyesület tagjai próbáltak a Tolnai Magház épületében. A tánccsoport tagjai egészségük és boldogságuk érdekében járnak erre a programra. Ebben van rumbalépés, van tangolépés, van keringő, szóval nagyon sok. És ez a jó benne. Csak nagyon oda kell figyelni, mikor jön. Nagyon jó a társaság is, nagyon jó a mozgás, mert ebben a korban már kell, mert felejtünk, és ez visszahozza azt, hogy ne felejtsünk. És tényleg az első perctől kezdve járunk, és ez nem is lehet itt hagyni. A társaság jó, a tánc jó, minden jó. Nagyon szeretjük csinálni, ez az igazság, mindenki. És az, hogy nagyon sokat a memórián javít, és ez kell nekünk már ebben a korban. Kákonyi Bertalanné, az egyesület vezetője mesélt nekünk az egyesületük előnyeiről és arról, hogy milyen programokra készülnek a közeljövőben. A senior tánc ugye az egy idősebbeknek, az idősebbek egészségi állapotát figyelembe vévő mozgás, ami zenével párosul. Tehát ez a mozgás öröm, ami azt jelenti, ugye, hogy kiszakadunk a megszokott napi ritmusunkból, főleg az egyedülállóknak sokat jelent ez, mert egy nagyon jó közösségbe tartoznak, és maga a tánc az, ami szintén hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat. És várj! És várj! Körülbelül 30 fő az, akik regisztrálva vannak. Hát az elfoglaltságtól függően nem mindig teljes a létszám, de 20 fölött általában vagyunk, és közeledünk az 5 éves évfordulónkhoz, de 2018. szeptemberében indult ez a társaság, ez a rendezvény, ez a sorozat, úgyhogy még egy ünneplési évünk is van ebbe az évbe. Rendezvényeink, a programjaink rendszeresen hetente egy alkalommal, minden héten kedden itt a Magház nagy termében zajlik, de mi nem tartunk nyári szünetet a többi esetleg más tánccsoporthoz képest, hanem mi kint a szabadba, a nyári időszakban, mielőtt jön a nagy meleg, a hűsfák alatt mi még ott is táncolunk. A senior tánccsoport tagjai szeretettel várnak minden egyes idős embert, aki társaságra és egy kis mozgásra vágyik. Nem csak múltja, jövője is van a röplabda sportnak Tolnán. Hogy miért, kiderül a következő riportból. A röplabdások nagy erőkkel készülnek az idei évre, stábunk betekintést kapott a Vitásport röplabda csapat edzésére. Az edzésen a játékosokat kérdeztük, hogy miért pont ezt a sportot választották. A hetedikben is akartam jönni, de még úgy senki nem volt az osztályban, aki jött volna velem, és akkor 8. év elején ugye van ez a pluszes is papír, és hát mondták, hogy van sportási lehetőség a gimibe, a röplabda, és akkor mondtam, hogy hát akkor persze, hát a röplabda, anyja is mondta, hogy ő is ide járt, és mondta, hogy itt nagyon jó a röplabda, meg minden, és akkor mondtam, hogy hát akkor menjünk, és akkor egy-két barátnőmet, az osztály, a mi osztályunk, a 10. A, az mindenki majdnem röplabdázik.
És akkor így csapatosan így elindultunk, hogy hát akkor megkezdjük a röplabda karriert, ez volt most olyan 10-es, szóval így 2 éve. Körülbelül másfél éve, de szeptemberben kezdtem el 2021-ben, és lassan már 2 éve, hogy itt vagyok a vitásportban. Nagyon megkedveltem, igazából az egyik barátom mondta, hogy van ez az egyesület, és igazából akkor pont nem sportoltam semmit, mert én sokat sportoltam ezelőtt, és gondoltam, miért ne kipróbálhatnánk. És azóta tényleg nagyon beilleszkedtem, és a közösség az tényleg nagyon ott van, és mindent szeretek amúgy ebben. Herczig Gábor, az egyesület vezetője számolt be nekünk a csapat működéséről. Az idei évben ugye a Vitásport és Szabadidő Egyesület idáig strandröplabda sportágba versenyzett. Az előző éveinkre ez volt a jellemző. Ennek főleg az volt az oka, hogy ez kevesebb gyerek kellett, mert egy strandröplabda csapat 2-2 ellen játszik, és ezt fiúkkal is, lányokkal is csináltuk, főleg nyáron volt ennek a szezonja. De például a múlt hétvégén is volt strandröplabda verseny, egy fiúpárosunk ott volt Budapesten, sátorban vannak versenyek, úgyhogy ők elmentek strandröplabda versenyre, meg most hétvégén is mennek az U18-as fiúpárosaink strandröpi versenyre, tehát ez azért télen is megy. De úgy megnövekedett a létszámunk, hogy elindultunk a teremröplabda bajnokságokba is. Az idei évben az U17-es lány és az U15-ös lánycsapatunk indult a bajnokságba, ez az úgynevezett régiós bajnokság. Az U17-eseknek már több fordulójuk volt, ők bejutottak a felsőházba, a rájátszásba, az U15-ösöknek meg egy fordulójuk volt idáig, ők minden meccsüket nyerték, nagyon ügyesek voltak. Az edző beszélt az aktuális edzésről is, amin jelen voltunk. Ma nagyon sokan leszünk, mert a Diák Olimpiákra készülünk, és az egyesületi röplabdázós kívül még jön a Tolnai Gimnáziumnak a Diák Olimpiai Röplabda csapata. A fiúk bejutottak a megyei döntőbe, és akkor ők játszanak egy edzőmeccset a vitálos fiúk ellen, illetve a lányoknál is a negyedik korcsoportos, 7.-8. lányok mennek jövő héten a megyei Diák Olimpia döntőre, ők is gyakorolnak erre. A következő évünket is már tervezzük, tehát a fiúk létszáma is megnőtt annyira, hogy jövőre a fiúkkal is el fogunk indulni a terembajnokságba, az U20-as mezőnybe. Indítjuk valószínű a fiú csapatunkat, meg a lányoknál is még egy plusz csapatot indítunk, ott is szintén az U20-as bajnokságba. A Vitásport Egyesület szeretettel várja azokat a sportolni vágyó fiatalokat, akik strandröplabdázni szeretnének. Terena című magazin műsorunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!